Hát ugye user experience, felhasználói élményről van szó. Én szeretném egy kicsit részletesebben elmagyarázni azt, hogy miről is van szó, és ez miért fontos, miért beszélünk róla. Ahogy itt már elhangzott, nem egyszerűen user experience, hanem interface, meg interaction, és minden más. Tehát egészen onnantól kezdve, hogy valaki kutatást végez, felhasználókkal tesztel, megvizsgálja azt, hogy egyáltalán hogyan működnek a felhasználók, hogyan végzik az adott tevékenységet, amit támogatni szeretnénk a rendszerünkkel, egészen odáig, hogy grafikai dizájnnel készül, tehát közben mondjuk drótvázakat rajzolgatunk, tartalmat írunk, tartalmat rendszerezünk, feliratokat készítünk, és ez mind meghatározza azt, hogy milyen sikeres lesz ez a bizonyos rendszer. A felhasználók szemszögéből is eléggé összedett ez a dolog, mivel az, hogy milyen kép alakul ki valakiben, azt is többféle tényező határozza meg. Például usability, használhatóság nagyon fontos dolog, de nem elég. Hiába választom ki a megfelelő felhasználói felületelemeket, a megfelelő helyre teszem őket, rengeteget tesztelek, de ha nem volt hasznos eleve az a funkció, az a tartalom, amit én megjelenítek az én rendszeremben, akkor igazából nincs sok értelme. Ugyanúgy lehet, hogy nagyon-nagyon esztétikus az a dizájn, amit elkészítek, de mondjuk nem figyeltem olyan dolgokra, mint a hozzáférhetőség, akadálymentesítés, tehát túl kicsi a betű, nem elég jó a kontraszt, ismét nem megfelelő lesz az az élmény, amit a felhasználóban keltek. Mivel moziban vagyunk, egy filmből vett példával szeretném meg elmagyarázni, hogy tulajdonképpen milyen is annak a bizonyos user experience designernek a munkája. Az Apollo 13-at láttátok? Esetleg ez a jelenet rémlik, amikor meg kell menteni a felhasználók, tehát az asztronauták életét, és az a bonyodalom, hogy azok a szűrők, amik rendelkezésre állnak, azok ilyen négyszögletesek, és az a hely, ahol föl kéne használni őket, az a tenger alakú szűrők számára készült. Előig borítják az összes eszközt, amit felhasználhatnak, amit ugye a felhasználható technológia biztosít számukra, és utána abból lehet legózni, hogy valahogyan megtervezik ezt a bizonyos interfészt, ami összeköti a négyszögletes szűrőket a kör alakú helyjel. Tehát gyakorlatban a mi példánknál, amikor mi felületeket, mobilappokat, rendszereket tervezünk, itt ez a négyszögletes dolog, az a felület, az a fogalmi modell, az a működési mód, amit mi létrehozunk. És ahova szeretnénk, hogy illeszkedjen, az a felhasználó fejében kialakult és létező kép, amit nem feltétlenül mi alakítunk ki. Ugye neki van előzetes tapasztalata, használt egy csomó más rendszert, ugyanazon a platformon egy csomó más appot, websájtot, és mindez olyan elvárásokat ébreszt benne, amik alapján értelmezi a mi rendszerünket. A mi célunk az a tervezés folyamán, hogy valamilyen módon ezt a kettőt összedrótozzuk, összekössük. Ehhez ugye mind a kettőt ismerni kell. Tehát nem elég az, hogy én azt mondom, hogy nagyon jól tudom, hogy hogy lehet csodaszép felületeket tervezni, és én grafikával, meg Photoshoppal, meg mindenfélével, meg fejlesztésben profi vagyok, de igazából nem érdekel az, és nem foglalkozom avval, hogy a felhasználó hogyan működik, mihez szokott, és mi az, ami meghatározza az ő véleményét és az ő tevékenységét. Két dolgot tehetek. Ugye úgy kötöm, az egyik mód, hogy úgy kötöm össze ezt a két dolgot, hogy a felhasználót próbálom fölemelni, úgymond az én appom felületének szintjére. Vagy segítségére adok mindenkinek kis extra feliratokat, súgót készítek, vagy pedig azt mondom, hogy tanítom, tehát például egy játéknál, mondjuk az Angry Birds-nél ugye folyamatosan jönnek be az új és új madarak, hogy a felhasználónak lépésenként legyen ideje megszokni azt, hogy mi hogyan működik. A másik mód pedig az, hogy én próbálom az én rendszeremet úgy alakítani, hogy ez minél jobban megközelítse a felhasználói agy működését. Ez az egyik, az alapvető, amit mindenképpen követni kell, ismerned kell azokat a tervezési mintákat, amik az adott rendszerben, különben a felhasználó rendelkezésére állnak. Tehát lehet egy olyan illúziót, hogy a te appod az olyan csodálatos és olyan egyedi, hogy az megváltoztatja majd a felhasználói szokásokat. Csak nem szabad elfelejteni, hogy a felhasználó idejének 99%-ában mások rendszereit használja, és csak néha a tiédet.
Tehát egész egyszerűen az ő rutinjait, szokásait az a többi rendszer határozza meg, amit hogyha ismersz, akkor tudsz a felhasználó keze alá dolgozni. A másik pedig, minél speciálisabb a te rendszered, annál fontosabb, hogy a te konkrét felhasználóidat is megvizsgáld. Megnézd, hogy ők hogyan használják. Vagy úgy mondjuk a tervezés elején megnézed, hogy azt a folyamatot, amit végeznek, azt hogyan végzik. A tervezés közben, fejlesztés közben folyamatosan tesztelsz, és ezt visszavezeted a tervezési, fejlesztési folyamatban, vagy pedig az éles rendszernél analitikai adatokkal próbálod figyelni, hogy van-e valami probléma. Nem azt nézed, hogy hány látogatód van, hanem azt lépésről lépésre végig tudják-e követni azt a folyamatot, amit te kitaláltál, és hogyha nem, akkor hol akadnak el benne. A mobil rendszerekkel kapcsolatban pedig még néhány fontos dolog. Az első az, hogy ugye azt mondjuk, hogy ez egy mobil kontextus, valaki mobil eszközt használ, és elképzeljük, hogy ő akkor biztos valahova siet, és útközben használja. Ez így nagyon jól hangzik, és ennek megfelelően lehet kialakítani mondjuk egy rendszernél egy szűkített, egyszerű felületet, funkcionalitási listát. Csak az a probléma, hogy legtöbbször ebben csak találgathatunk, és egy dolog, amit tudunk, hogy milyen képernyője van, mekkora méretű. És azt látjuk, hogy van rengeteg képernyőméret. Tehát azt, hogy valaki mobil eszközt használ, az nem feltétlenül határozza meg azt, hogy mit akar csinálni, milyen szándékkal érkezett a te rendszeredbe. Sokszor sajnos ez csak arra szolgál, hogy alibiként lehessen szűkíteni a funkcionalitást, és egy lebutított verzióval sokkal kevesebb tartalom és funkció jusson a felhasználóhoz. Amire figyelni kell, hogy ez egy tudatos döntés legyen. Ne csak amiatt, hogy kevesebb időd van, vagy csak nem akarsz annyira figyelni a mobil eszközökre. Mert hosszabb távon ezzel a felhasználónak is, a saját cégednek is károkat okozhatsz. Tehát tudnod kell, hogy ez valóban egy kiegészítő szerepre szánt rendszer, vagy pedig önálló alkalmazásra szeretnéd, hogy használják a felhasználók. Második, még hogyha te el is képzelted, hogy ők csak és kizárólag mondjuk kiegészítő eszközként, vagy önálló rendszerként használják a mobil eszközöket, azt nem tudod meghatározni, hogy valóban milyen eszközt mikor használjanak. Általában azért az ember használ többféle eszközt. Lehet, hogy egy adott folyamatot elkezd mobilon, például bemegyek a boltba, és ott megnézem, hogy milyen árut találok, mi az, ami tetszik nekem, utána a folyamatot folytathatom a desktopon, és utána lehet, hogy mondjuk az ügyfélszolgálat a rendelés után ismét telefonon keres engem, vagy pedig telefonon nézem meg az e-maileimet. Az is lehet, hogy mondjuk a tartalomfogyasztást elkezdem desktopon, letöltöm a filmeket, a tartalmat, bármit, amit utána szeretnék fogyasztani, és utána szépen elheveredve a tabletről nézem ezt meg. És az is lehet, hogy mondjuk tévét nézek, és közben tableten keresem ki a műsorokat, vagy pedig ott valamilyen módon követem az adott kedvenc sorozatomat, vagy ott szavazok mondjuk, és így interakcióba lépek a szolgáltatóval. Tehát amikor te gondolkodsz mondjuk egy mobil rendszerben, vedd figyelembe azt, hogy ez nem teljesen önálló rendszer. Sajnos nagyon sok cégnél ugye adott, hogy a különféle csatornákat külön részlegek kezelik. De a felhasználó számára teljesen érdektelen, hogy külön van mondjuk tévés és websájtos, meg mobil stratégiás, meg nyomtatott marketinggel foglalkozó ember, és külön még az ügyfélszolgálat. Az az élmény, az a kép, ami kialakul benne a te cégedről, a te brandedről, az mindezeknek az összessége. Tehát ha nem kezeled ezeket következetesen, akkor a cégen belül is nagyon sok plusz munkát jelenthet, illetve a felhasználó számára is kellemetlen ez az élmény. Tehát figyelj arra, hogy nem egy eszköz van, hanem mindig gondolkodj abban, hogy van több felület és több találkozási pont a felhasználó és a te céged között. A másik, amit a mobil eszközöknél érdemes figyelembe venni, hogy ez tényleg nem csak egy ilyen kis lekicsinyített számítógép, ahol ugyanúgy begépeljük az űrlapokba
az adatokat, amiket szeretne tőlünk a rendszer, hanem rendelkezésedre áll egy csomó olyan speciális dolog, ami csak a mobileszközökre jellemző. Tehát használd ki az, hogyha például ott van a GPS, és a felhasználó helyzetére vagy kíváncsi, vagy például a vásárlásnál lehet mondjuk a vonalkód beolvasásával meghatározni egy terméket, mint ahogy azt a Grobi apja teszi, vagy az Amazon Remember a fotók alapján próbálja felismerni a termékeket. Másik példám például ugye, miért kell begépelni a kódot a mobilba, hogyha annyit meg tud tenni az a bizonyos rendszer, hogy felismer téged az Android fészállnak. Hogyha nem mondtam volna, hogy Android, felismertétek volna? És az előző két kép, amit mutattam, az iOS. Ránézel és azonnal tudod, hogyha ismered a rendszereket, mert nagyon speciális, egyedi felületelemeket használnak. Ezeknek az ismerete és használata is nagyon fontos. Nagyon leegyszerűsítve az, hogy intuitív egy felület, az azt jelenti, hogy ismerős. Azok az elemek, azok a működési módok, az a mögöttes logika számodra valahonnan ismerős, már valahol használtad, és ezáltal lesz használható egy rendszer. Az, hogy az adott platformon általánosan használt elemektől mennyire rugaszkodsz el, az természetesen a te döntésed. De ez tudatos döntés legyen, és ne valami vallási kérdés, mert a designer is iPhone-os, meg a termékmenedzser is, meg a fejlesztő is, és akkor az Android abban is, te szeretnél mindenképpen iPhone-os elemeket használni. Ezzel csak rosszat teszel a felhasználónak. És összefoglalva, tehát a User Experience Design az nem csak a felület tervezését jelenti. Hogyha akkor kezdesz gondolkodni már, hogy hogy nézzen ki a felület, és akkor hívsz egy user experience-es embert, amikor már csak a végén csiszolgatni, és hogy is mondjam, csiri-vili-vili tenni lehet, az már igazából nem sokat használ. Legyen tudatos döntés, hogy ez valóban egy kis lebutított, vagy egy önállóan használható rendszer. Gondolj arra, hogy mindig több csatornán találkozik a felhasználó a te szolgáltatásaiddal. Ne csak a gépelésre koncentrálj, és ismert, tarts tiszteletben a felhasználói szokásokat. Köszönöm.